Hát sziasztok srácok és Sajt32-ök és köszöntelek titeket ebben a mai videóban, és visszatértem ide a Roblox világácskájába, és nem máshol vagyunk, mint a Work at the Pizza Place-en vagyunk, és én egy pénztáros vagyok, aki most nem más fog csinálni, mint kiszolgálja az embereket, akinek pizzára van szüksége, mert van egy társam, aki most elkapkodja az összes melót mellettem, szóval ez egy picit szomorú, azért váljuk be, de gyorsan tolkolok vele. Hello, hát nem lesz gusztustalan a pizzám. Mit szeretné enni? Hello? Mit szeretné enni, uram? Kíváncsi azt, hogy adjál már hülyeségeit, de sajtos pizzát szeretném. Szerintem ez a sajtos, nagyon remélem. Hello? Nincs mit? Király, meg is van a pizza, már eszi. Megnézem azt, hogy hogy eszi az ízletes sajtos pizzát. Hello? Szia? Vagy még nincsen, még ki kell szolgálni? Jaj, de örülök neked, te olyan aranyos vagy. Sajtos pizzát rendeltél, nagyon király gyerek vagy, mint tudjátok srácok, a sajtos pizza nagyon kell. Arra kér titeket srácok, hogy kommentben jelezzétek, hogyha szeretnétek. Nektek mi a kedvenc pizzátok? Én bevallom őszintén, hogy nekem a Hawaii a kedvencem, az ananászos, én imádom azt a pizzát. Aj, már ezt te szolgálod ki? Ne legyél ilyen fukar az enyém. Nagyon, nagyon jó a cipőd. Mondom neked, hogy nagyon jó a cipőd. Nem szeretne. Adok egy sajtos pizzát. Sir, mivel szolgálhatok? Nekünk vannak a legjobb pizzájaink. Valamit szeretné? A pepperoni pizza a legjobb. Úristen, nem tudom melyik gondom ez a pepperoni. Jól van, azt hittem, hogy ez kolbászos pizza. Itt megy a rendelésem a főző embereknek az anyját. Majd ezt is kipróbáljuk, srácok, hogyha tudjuk, mennyire menő. Szevasztok öcsém, ti is itt dolgoztok, én meg itt szolgálom ki az embereket. Ó, meg ilyen drive-thru is van, vagy ilyen futárgyereknek is kell vinni a dolgokat. Zsír, pepperoni pizzára van szüksége, akkor le is adom neki a rendelést. Hello, tessék, mert le is adtam neki a rendelést. Jön a következő. Hello, te nem, most itt neked erre most nincs szüksége. Hát, your order please, mit szeretnél? Mit szeretnél? Want a drink? Any drink will do. Egy Mountain Dew-t adok. Tessék, tessék ezzel most, ez nagyon egészséges ital. Yeah, food time! Hát igen, de pont hogy csak inni kértéztem, a nagy food time lesz ebből, srácok. Na, elembe nincsen supplierünk, szüneten ketten vannak, van két kiszolgáló, három pizza csomagó, egy sütőgyerek, és mi vagyunk ketten ilyen cashierök. Tehát akkor mit csinálsz itt? Te ki sem tud szolgálni szerintem embereket. Plusz egy menedzser! Az anyját, még menedzserünk is van. Hát ezt nem hiszem, mert dekomait valaki. Hello? Mit kérsz? Ne, menj már innen. Hát ezt nem hiszem, mert itt a gyerek elrontja a bizniszünket. Menjél már be inkább dolgozni, vagy amit csak akarsz, de itt ne bizniszünket roncsad te csak el. Hello, sir, mit szeretnél? Hello, üdvözöllek, mi lenne? Pont bezártunk. Soha ne gyere vissza. Hello, az építész testvérek pizzázójában üdvözlünk. Hát igen, mennyire kedvesek vagyunk. Én egy sausage pizzára van szükségem. Már is, uram, adok egy sausage pizzát. Annyira örülünk, hogy betért hozzák, annyira jó az, hogy itt van. Ó, milyen jó eladó gyerek lennék, nem? Azért biztos, hogy nem, inkább megijednének srácok, hogyha így beszélnék hozzájuk. Elembe itt meg nem jön senki. Ojaj, hölgyem! Hölgyem, kiszolgálom, mire van szüksége? Mert hello, mi a gond? Igen, én enyém srácok, én szolgálom őt ki. Haha, bolondul, nézel ki! Take your time. Oké, és nyugodtan gondolkozzál. Mit szeretnél? Ki szeretnéd próbálni a Megad pizzát? Nem, inkább ezt mondom azt, hogy nyugodtan gondolkozzam. Pepperonit szeretne. Hú, de falánk, gyors, egy pepperoni pizzát adunk neki. Good job. És azt mondta, szép munka. Srácok, de kedves, én inkább leülök vele beszélgetni. Hát igen, pepperoni pizza. Na, mi nálunk a legjobbak a pizzák? Egyen nyugodtan. Na, de jön a következő egy. Ajaj. Dili, hogy nézel ki, hallott te? Hát mindegy, akkor gyorsan mondjuk. I'm Buddy the Elf. What's your favorite color? Nem, cipőd sincsen. Mit szeretnél? Mondj csak nyugodtan, mit szeretnél? Egy pepperoni pizzát már megint? Tessék! Te meg... Hát ezt nem hiszem, ha mindenki ízé akar lenni, cashier, mert négyen vagyunk, három pultra. Nagyon értelmesek itt vagy ezek az emberek, srácok. Ó! Neki azt mondja azt, hogy valami pénzét növelnie kéne a fizetését. Milyen kedves emberek járnak ide. Halló? Nem hiszem, belopja a gyerek. Felidegesít? Ha! Most én fogom. Nincs shirt, és itt... Nem mondunk ilyeneket. Nem drága minden. Halló, kedves ember, mit szeretnél? Meg is kérdezzük. Mit szeretnél, haver? Úgy bizony, én is érzem azt a firály...
azt a milyen szót akartam én kettő és ugyanaz egy szóban mondani. Úgy bizony cheese pizza, tessék, itt is van, egy mérföldre érezte az illatát, úgy bizony zsászol. Mi van itt nálam amúgy? Miért van nálam? Festék. Oké, ki tudom festeni itt a... akármit? Minek? Bocsánat, egy kicsit álmos vagyok, egy picit később rendeljenek, kicsit trollkodjunk, srácok, szerintem. Én azt mondom nektek, nem fogom felmenni a rendelésedet. Most mit trollkodni fogunk? Lepüttel, nem! A menedzserem nincsen itt, nem fogsz beszélni vele. Ilyen kis troll gyerekek vagyunk, srácok, az összes bizniszét elrontjuk a menedzserünknek, hiszen kevés pénzt osztogat nekünk. A következő, úristen, már megint nagyon swag lánykával kell beszélni. Hello, mit szeretné? Megött pizza, nem tudom mi az a beggar. Welcome to the bank, please deposit your money. Oh, igen, a bank, mi vagyunk a bank, hello, adja le a pénzét, mit fogsz szólni, kíváncsi vagyok. You're trying to steal my money? Nem. Nem szerettem volna, én a bankos vagyok, a zsebemben megőriztem volna a pénzét, úgyhogy nem költődik el. Nem már. Na mindegy, itt a következő. Hello, itt is vagyunk. Ja, ó, nincs pizza, te akart mellették, hogy nem? Oké. Ó, most legyünk kedvesek, srácok. Ja nem. Hups, nem Take a hát vagyunk, hanem a Builder Brothers, el is felejtettem. Hups. Hello! Üdvözöllek! Azt a legrosszabb rémálmodba a mi pizzánk garantáltan meg fog ölni. Ez mekkora jó szöveg, srácok. Biztos sokan fognak írni. I don't wanna die! Nem akarok meghalni, azt mondja. Jó, akkor elkísérlek, megvédelek. Amúgy milyen rókának néz ki, de menő. Halljátok, most amúgy szabadnapos leszek egy kicsikét, nem tudom, hogy kell szabadnaposnak lenni, de megfelelően az egyik emberünk autójával elhajtani. Biztos nagyon örülnének neki. Hogy kell szabadnaposnak lenni, srácok? Megnézzük itt a beállításokat. Inventory, cucc, házikó, pet, cucc. Music rátorra nincsen szükségünk, már úgy sincs hang most, srácok. Buy pet, házad. Hú, hát én feltuningolom itt a házamat, halljátok. Úgyis van egy csomó pénzem. Na, ahó, beadok 1000-et. Az anyját, micsoda fullos a gyerek, figyeljétek. Végre itthon vagyok valami, jó, tényleg van egy ágyam, de jobb ré... a gyerek, srácok, egyből azért az alszik, hát így kell csinálni. Milyen, figyeljétek a száját. Ó, hello, mit akarsz? Jönnek ki belőle az alvók, figyeljétek. Amúgy annyira jól néz ki ez a sajta fejemben, srácok, hogy így fekszik, és így kilóg szerintem még az ágyból is, hát ez marha jó, srácok, ez nagyon tetszik. Ebben elég az alvásból, elég nem fogunk itt lustálkodni egész nap. Szerintem, srácok, most így megnéztük a házunkat, így plusz dolgoztunk nagyon, de nagyon sokan. Remélem, srácok, eddig tetszik nektek ez a videó, még megpróbálok valamit keresni ebben a játékban, hogy hát ha valami jó dolgot tudunk találni, például itt van majom 80. Hello, majom 80. Szerintem te egy sajt vagy. Party Island? Az anyját, micsoda Party Island? Hello! Hát nem szeretnék, te mi vagy ilyen tollfelvásárló? Nem fogok neked eladni ilyen dolgokat. Jöjjünk is el, teleport to Funny Island! A vicces szigetre el fogunk menni. Ja nem, Party Island. Na, oda jó a betöltőképernyő, csak úgy gurulgászik ott a pizza darab. Elembe? Mi ez a Party sziget? Ez a Party sziget? Hogy van? Nem is vagyok ott? Vagy annyi, hogy este lett? Ez meg itt egy rabló. Te mit akartál itt rabolni? Louis Noob. Hát gőzöm sincs, srácok, hogy ez mi. De egy kicsikét furcsa, azt kell, hogy mondjam. Elembe, srácok, így a Party szigeten elbúcsúzom tőletek, bemegyünk, benézünk más házába. Hát, nem fog minket kirabolni, meg ilyenek kaptunk. Ó, lehet lájkolni a házat. De jó, de rendesek vagytunk. Tényleg egy kicsikét megijedtem, itt át lehetnék öltözni és úgy tűni. Nem mondom, hogy ez olyan férfias kinézet, de most egynek elmegy. Most ha úgy, hát ez mi? Milyen házad van? Valaki itt alszik a lánynál csak úgy ebbe a szobába? Vagy ez az ő házuk így egy csomó van? Baby, mik ezek te? Na de srácok, a ruhámat ne figyeljétek, hiszen ez elég bolondul néz ki. Ez a videó ennyi lenne, remélem azt, hogy nagyon-nagyon élvezitek. Dolgoztunk egy csomót, trollkodtunk az embereknél, plusz még eljöttünk ide az óriás partiba, amit nem igazán találkoztam partizó emberekkel. Na de mindegy, ez a videó ennyi lenne, remélem azt, hogy nagyon-nagyon élvezitek. Hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és ha szeretitek még hasonló Robloxos videókat, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornára. Én nagyon szépen köszönöm minden egyes embernek, aki feliratkozott már, vagy ezután fog feliratkozni a csatornára.
királyak vagytok, és csekkoljátok a leírásban lévő MC Shopot, ahol már vannak Minecraftos és Minecraftos Robloxos termékek is, amit ott van a leírás legelső sorában, vásároltak nyugodtan, hiszen nagyon-nagyon királyak lesztek abba a termékekbe. Na de ez a videó nyilván a következőben találkozunk, legyetek jók! Hello, ho, esik a hó, nem igazán.